A Hogyan védjük meg gyerekeinket című makkai program részeként Klobusicki György tartott fiatalos hangnemben előadást a káros szenvedélyekről csütörtökön a Hagymaházban. A rendőrtiszti főiskola adjunktusa zenével és kivetített képekkel színesítette az előadást, mely nagy sikert aratott a középiskolások körében. Hát ennek az alapkonstrukciója az, hogy van a diákság, mint réteg, vannak a szülők, és vannak a pedagógusok. És ez mindegyik előadásokból áll, hát van amikor szituációs játék, stb. Tehát gyakorlatilag azok a kommunikációs eszközök, technikák, amik általában ismertek. Most például itt ugye ez a Klobusicki típusú, vagy által előadott előadás. A téma ez a drogról, diszkóbalesetekről, dohányzásról, mint káros szenvedélyről szól. Érdekes, tanúságos, de hát a többi előadásnak, például tegnap volt a szülők részre egy olyan, ez a gyerekeknek szól, tegnap volt a szülőknek egy olyan előadás, amelyik a számítógépes függőségnek az ártalmairól szólt. Szerintem biztos, hogy tanúságosak. Tanúságosak kellenek, hogy legyenek azok számára, akiket megcéloznak. A mostani előadás ugye stílusát, hangnemét illetően is a középiskolás korosztályt célozza meg. Hangnem, tónus, tegeződő hangnem, stb. Nyelvezet is, ha úgy tetszik. Ez mindenről szól. Ahhoz képest, hogy délután van, elég sokan végigülik, nagyon sokan figyelnek. Voltak páran, akik elmentek, de hát ma ilyen világot élünk. Városunk polgármestere kiemelte, hogy a szülők felelőssége elsősorban a gyerekek védelme, ha iszik, ha drogozik, rá kell jönni annak okaira. A prezentáción elhangzott, hogy a kábítószer kipróbálók közül 10% kíváncsi, 80%-uk másokat követ és úgy jut az anyaghoz, míg a maradék 10% azért csinálja, mert jó, belőlük lesznek később függők. Kokain tükörlapra kiszúrva, összerendezem csikokba, papír, pénz orromba felszívom. Ha joint, elszívom. Ha heroin, nyomom a vénámba. Ha szipu, belélegzem a zacskóból. Vagy nyomatom magamba balonozásnál, nyomatom magamba itt ezt a gáz, vagy nyomatom az öngyújtó gáz. Ha extrazi tabletta, akkor lenyelem, mert az tablett, és utána alig győzök inni rá, mert az extrazi ugye vízhajtó is, meg szájszálasságot is okoz, úgyhogy inni kell rá, mint az állat. Én úgy hiszem, hogy az első és legfontosabb támaszpont ebbe a szülő. A szülőnek nem szabad, hogy mindegy legyen, hogy mi lesz a gyerekéből, ilyen szempontból sem. Nem szabad, hogy mindegy legyen, mindegy, hogy milyen lelkülete lesz neki, lesz-e célja, stb. A szülőnek kell odafigyelni, hogy a gyerek ne az alkohol és a kábítószer eszközéhez nyúljon. A szülőnek kell moziba vinni, színházba vinni, családi programok vinni, társasjátékot játszani, odafigyelni a gyereke, versenyeztetni, mellette lenni, kibeszélni, beszélgetni vele, ez mind a szülőnek a dolga, és hát utána persze, hogy egy peró vagy kettes szempont, nem tudom melyik a szimpatosabb, akkor az iskola, a közösség. Azt hiszem, hogy talán ez a sorrend város, mert a kérdés így hangzott, hogy a városnak mitől szerepe ez, mi ebbe a mi dolgunk. Azt gondolom, hogy mi ebbe figyelemfölhívók tudunk lenni, kicsit a kovász tudunk lenni, mi olyanok tudunk lenni, mint az életünkben a média, hogy rávillantunk egy-egy dologra, figyelmet fölhívunk, információt adunk. Mindig is együtt kezelték a világon a drogokat. Soha nem választották őket külön, csak mi magyarok teszünk ilyen komoly különbségeket. Nincs köztük különbség. Hát ugyanúgy függő lesz, tönkre megy az egészsége, pénzbe kerül, kirúgják az állásából, tönkre megy a család élete. Pontosan ugyanolyan függő lesz és ugyanolyan beteg lesz, ha legális, ha illegális. Ez az egész ügy, hogy mi most ebbe az évbe a Hogyan védjük meg gyermekeinket címmel akciósorozatot viszünk, és a gyerekeket, mint réteget, a szülőt, mint réteget, és pedagógust, mint réteget megcélozzuk, előadásokkal traktáljuk, stb. És ezzel azt szeretnénk, hogy mi ebbe rávillantással, kovászként közreműködve próbálunk összehozni ebbe az évbe etteimába egy olyan milliót a főszereplők között, aminek az eredményeként egy csomó szülő tudatosan jobban odafigyel a gyerekére, és valahol ez a Hogyan védjük meg gyermekeinket, ennek millió apró technikája ki fog bennünk alakulni, és a végeredménye az lesz, hogy egy picit jobban meg lesznek védve a gyerekeink.